amit az IPI adott nekem, én három dolgot emeltem ki. Az egyik az a tudományosság témaköre, tehát emlékszem, hogy a nyílt nap, amikor 2018 nyarán talán, vagy ősszel, amikor bementünk a tájékoztatóra, akkor azt mondták, hogy itt azért olvasni kell, és itt tanulni kell, és ez egy olyan szak, és ez akár ilyen elriaszthatóan is hatott volna, vagy hathatott a diákokra, de hogy ők kiemelték, hogy ez fontos, mert hogy mégiscsak egy tudományegyetem, és szerintem ez a tudományosság témakör az, ami nagyon fontos még mindig az ELTE-n. A másik, amit így átgondoltam, az a nyitott befogadó attitűd az oktatók részéről, tehát tényleg egy családi intézetről van szó, úgyhogy bárkit megkereshetsz, nem hierarchizált egyáltalán, ez szerintem nagyon fontos. És a harmadik kollatorientált és csapatban való csoportmunkák, csapatban való együttműködés, illetve ezek a nonformális tanulás, illetve oktatási szempontok vagy módszerek, amivel az IPI dolgozik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos készségek vagy kompetenciák, és szerintem az ember akárhol állja meg a helyét, később külföldön vagy belföldön egyaránt, ezek olyan készségek, aminek utána használt tudjátok.